Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunk fő témája az immunerősítés lesz, így először Lencsés Ritával készítünk egy-két finomságot az évszak erdei mezei terméseiből, majd az őszi időszak elengedhetetlen egészségmegőrzéséről beszélgetünk Supricné Tóth Máriával. Tartsanak velünk! Som, kökény, csipke és galagonya, valamennyi termés igazi vitaminbomba, éppen ezért érdemes belőlük valamilyen immunerősítőt készíteni. A következő percekben Lencsés Ritával készülünk fel az őszi-téli időszakra. Nyárias, napsütéses, mosolygós idővel köszöntött ránk az ősz, számtalan egészséges, természetben is felelhető gyógynövény beérését hozva magával. Ilyen többek között a karéjos levelű, enyhén ovális, mégis gömbölydett, piros termésű galagonya is. Akár nyersen is lehet fogyasztani, túrák során el szoktam mondani, hogy ha tényleg felismerjük a galagonyát, beleharapunk, és ilyen nagyon ére, tehát látszik is, hogy a húsa ilyen sárga, egy nagyon éres tarkingalmára emlékeztet az íze. Arra kell csak figyelni, hogy szépen ezt így nyersen körbe kell rágni, belül van egy kis mag, és a magot ki kell köpni. Ugyanis a galagonyának egyedül a magja az, ami nem ehető, mert hogyha bejut a szervezetbe, akkor egy ilyen gyomorirritációt tud okozni, úgyhogy erre szoktunk figyelni. De nem csak nyersen lehet ugye fogyasztani a termését, hanem lehet belőle készíteni nagyon finom lekvárt. A galagonya, mint mondják, a szív kenyere. A problémák megelőzéseként minden korosztály rendszeresen fogyaszthatja, a lekvárból napi egy evőkanálnyi mennyiség javasolt. Teához tavasszal a virágos hajtásrügyeket érdemes gyűjteni, de az ősszel, terméssel, levéllel együtt leszedett, majd leszárított galagonya is tökéletes erre a célra. A növény fogyasztása nyugtató hatással bír, így szívritmus zavarra, ideges szívpanaszokra is tökéletes, de javítja a koszorúér és az erek állapotát is. Itt van a csipkebogyó. A csipkebogyóról meg mindenkinek az jut eszébe, hogy ő a természetes C-vitamin forrásunk, ami igaz is, mert valóban egy-egy ilyen bogyó termésben nagyon magas a C-vitamin tartalom. Ennek egyetlen olyan hátránya van, hogy ezt tényleg csak frissen, nyersen érdemes fogyasztani, vagy legalábbis ugye a teáknál is, hogy a hidegen áztatva. Tehát 40 fok fölött a C-vitamin sajnos lebomlik, úgyhogy ebből is készíthetünk szörpöt és lekvárt, csak itt annyi a hátrány, hogy akkor abban már nem lesz C-vitamin, viszont nagyon sok ásanyagot tartalmaz, és például várandós anyukáknak, szoptatós anyukáknak, vagy egyáltalán, ha valaki vérszegénységben szenved, nekik például kifejezetten jó a csipke bogyóból készült lekvár. Kicsik és nagyok egyaránt egyevő kanálnyit fogyasszanak belőle naponta. Amire szörp és lekvár készítésekor érdemes figyelni, hogy a fémeszközök használatát kerüljük, ugyanis fémmel érintkezve a csipkebogyóban lévő ásványi anyagok roncsolódnak. Amit még érdemes tudni a csipkéről, hogy ha csak a bogyóját fogyasztjuk, akár így nyersen, akkor arra kell figyelni, hogy van benne rengeteg olyan kis szőr, ami így nyersen beleállhat a nyelőcsőbe, ami később okozhat valamilyen allergiás reakciót, száraz köhögést, ingert, köhögési ingert, úgyhogy felnőtteknek javaslom, hogy nyugodtan egyék, de gyerekeknek nem. Mert gyerekeknél ez lehet, hogy halmozottan fog előfordulni, úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy ha szeretnénk hidegen áztatni teát, akkor szedhetünk, akár ez most egy puhább csipkebogyó, én ezt szeretem jobban, mert akkor ezt beleteszem tényleg egy hideg vízbe mondjuk este, egy kicsit krumplitörővel, vagy akár egy fakanállal kicsit összetöröm, és hagyom ázni 8 órát, reggel viszont szűrővel le kell szűrni, hogy ezek a szőrök ne kerüljenek bele, és tényleg gyerekeknek lehet adni, de akár felnőttek is ihatják, és ezzel pótolhatják a C-vitamin készletüket. De a készítéséhez a keményebb szemek is tökéletesek, ilyen esetben a bogyó fekete tetejét le kell vágni, majd a megmaradt részt kettészelni. Kis kanállal érdemes kiszedegetni belőle a szőrös magos részt, majd a termést leszárítani vagy asszalni, de ha valaki egészben szárítja le, úgy is tökéletes. A galagonyán és a csipkebogyón kívül az ősz kiváló termése az ovális, érrefutó leveléről és ugyancsak ovális terméséről beazonosítható som, ami C-vitamin tartalmával felülmúlja a csipkét. Nyersen a legjobb, hogyha elfogyasztanánk a somot,
És ha nem tudjuk, hogy hogyan használjuk föl, akkor még azt is megtehetjük, hogy eltesszük a fagyasztóba, és mindig kis adagokkal veszünk ki a fagyasztóból. Ha az kiolvad, akkor akár nyersen elrágcsálhatjuk, mi is ezt szoktuk itthon egyébként csinálni a kisgyerekkel, tehát ő is nagyon szereti. Egy ilyen ovális kis mag van benne, nem magváló, tehát hogyha mégis szeretnénk lekvárt készíteni belőle, akkor megint a passzírozós módszert tudom javasolni. Sokan csinálnak belőle tehát, úgy, mint a csipkebogyóból, ennek van egy technikája, így keresztbe kell késsel vágni, és így csavaró mozdulattal ki lehet csavarni egyébként azt a kemény somhúst a magról. És akkor utána azt ugyanúgy leasszalják, és ugyanúgy, mint a csipkebogyónál, tehát abból is csinálnak egy hidegáztatással, tehát a som, lekvár és szőrt nagyon egészséges, cseranyagtartalma véget egyébként az emésztésre van nagyon jó hatással, és még a somra azt mondják, és ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon jó hurutoldó hatása van, úgyhogy az ilyen megfázásos időszakban tényleg kanalas orvosságként is lehet alkalmazni. A negyediknek a kökényt mutattam be. Ővele még biztos, hogy találkozunk a természetbe. Ugye nála az a szabály, hogy meg kéne csípni a dérnek. Ne aggódjunk, ha kemény, és még egy kicsit fanyarize van, mert mesterségesen is meg tudjuk csípetni a dérrel, tehát ezt úgy szoktam csinálni, hogy ezt is beteszem szépen a fagyasztóba, és csak akkor, amikor úgy érzem, hogy na most van időm vele foglalkozni, akkor veszem ki, vagy kis adagokat veszek ki, és akkor ezt is elrágcsáljuk. A kökényben rengeteg antioxidáns, flavonoid, C-vitamin, ásanyagok vannak, ő az egyik legerősebb immunerősítő bogyónk, és ezt nem csak az immunerősítésre használjuk, hanem egyébként ilyen daganatos betegségeknek akár megelőzésében, illetve kezelésében, vagy kiegészítő terápiájában is. Úgyhogy ez tényleg egy csodabogyó. Itt vagy azt csináljuk, hogy akár így puhán, mint a somot is, akár lepasszírozhatjuk, és akkor bennmarad a C-vitamin tartalom, egy kis mézzel keverjük, és egy pár napig hűtőben tárolva akár egy kanalas orvosságot is készíthetünk, vagy választjuk a főzést, hogy tényleg felöntjük vízzel, megforraljuk, utána egy részét ugye lepasszírozzuk, a sűrű húsából lesz a lekvár, itt egy kökénylekvárunk, és ami marad a magházon, vagy hát tényleg a magokon, azt még felönthetjük vízzel, és akkor abból fogunk csinálni egy sűrű szörpöt. Most megmutatom, hogy hogy érdemes egyébként nyersen, frissen passzírozni. Ugye most itt van nekem som vagy kökény, mindegyiket előtte beraktam a mélyhűtőbe, és amikor kiolvadnak, akkor tényleg nagyon szépen megpuhul a húsuk, tehát akár így főzés nélkül is beletehetjük a passzírozóba. Én általában kézzel csinálom, aki tudja, tényleg nagyon nehéz lepasszírozni a gyümölcs húsát, és itt szépen gumikesztyűbe el lehet kezdeni a nyers somhúsnak a leválasztását. Általában a hús itt szépen leválik, de még így is maradhat egy-két olyan szem, ami nehezen passzírozható. Ne aggódjunk, mert nyugodtan felhasználhatjuk, akár úgy, hogy hozzátesszük majd azokhoz a termésekhez, amiket majd megfőzünk, vagy akár ebből is készíthetünk, így ami megmarad belőle, szörpöt. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné inkább egy keveréket, akkor még akár így erre még a kökényhúst is rátehetjük, és akkor azt is hozzá passzírozzuk, igazából egy vitaminbombát tudunk így készíteni. Amit nyertünk, kis gyümölcshúst, beletehetjük kis üvegbe, minden cseppje számít, és akkor én azt szoktam csinálni, hogy egy kis mézzel szoktam összekeverni.
így a hűtőben pár napig eláll, könnyen meg tud erjedni, úgyhogy ezért kell viszonylag gyorsan elfogyasztani. Téli időszakban ez egy igazán finom kis gyümölcspép, és nagyon egészséges, mert ugye ebben benn maradt most a C-vitamin, benn van a kökének az antioxidáns tartalma, a flavonoid tartalma, úgyhogy egészségünkre. Ha nincs időnk, vagy nincs energiánk így frissen készíteni ezt a kis som vagy kökény pasztát, akkor ugye mondtam, hogy nagy mennyiségbe főzni szoktuk. Itt van például ugye a kökényhúsa, amit megfőztem, most már kihűlt, úgyhogy bele tudok nyúlni, átteszem ebbe a passzírozóba, lecsöpögtetem, tehát a fennmaradt főzővizet majd egyébként a szörtnek fogom majd felhasználni, és ugyanígy elkezdjük passzírozni a kökényt, és akkor abból lesz majd a lekvár. Amit le tudtunk passzírozni, sűrű, úgymond gyümölcshús, ahhoz még teszünk cukrot. Én általában olyan egyharmad arányba, tehát látom azt, hogy körülbelül ez mekkora mennyiség, hogyha ismerjük legalábbis az űrtartalmát ennek az edénynek, körülbelül látom, mekkora mennyiséggel dolgozunk, és akkor, ha mondjuk 1 kiló lekvárunk van, vagy gyümölcsünk, akkor ahhoz csak egy ilyen 25-30 deka cukrot szoktam javasolni, és legalább egy evőkanál, vagy legalábbis egy teáskanálnyi citromsavat, mert akkor sokáig megőrzi a színét, és jobban ki is fogja hozni. Ezt ugye meg kell főzni, utána én általában főzöm az üvegeket, amikben majd beletöltöm, és úgy forrón ugye szépen beleteszem az üvegekbe a lekvárt, és forrón ugye rá a tetőt, feje tetejére fordítom pár percre, valaki azt mondja, akár 10 percig is kell, és utána visszaforgatva meleg dunszba szoktam félretenni, és másnap már lehet akár címkézni, és akkor belekerülhet az almáriumunkba. A passzírozásból fennmaradt magos masszát érdemes összekeverni a főzőlével, és intenzív kevergetés mellett még tovább főzni azt, így a maradék gyümölcshús is leválik a magokról. Majd az egészet leszűrjük, 1 liter mennyiséghez körülbelül 1/2 kiló cukrot és egy kis citromsavat adunk, és az így elkészült levet akár tartósítószert hozzáadva hidegen, vagy anélkül, de ez esetben melegen, dunszba téve üvegekbe zárjuk. Nyári őszi évszakváltás idején az immunrendszer mindig nagyobb terhelésnek van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy ilyenkor se hanyagoljuk el egészségünket. A témában Suplicné Tóth Máriával Kovács Szívi beszélgetett. A stúdióban itt van velünk Suplicné Tóth Mária, egészségtantanár, szeretettel köszöntelek, akivel az egészségmegőrzésről fogunk beszélgetni, főleg most itt az őszi időszakban. Ugye ebben az időszakban, hát most elindult az iskola, szeptember 1-től én azt tapasztaltam, hogy rengetegen kidőltek, gyerekek is, és felnőttek is, mondjuk én magam is, hogy ez most ez ilyen extrémen kiugró őszi időszak volt, vagy mi történt? Te hogy látod? Szervusz, Szívi, üdvözlöm a nézőket! Hát igen, azért szerintem azért értékeljük mi ezt extrémnek, mert egyébként is most már több mint egy éve extrém helyzetben vagyunk. Mert igazából, hogyha belegondolunk, az évszakváltásoknál mindig szoktak problémák lenni. Ez a náthás, megfázásos, orfújós helyzet, az mindig be szokott következni. Ennek van egy olyan egyszerű élettani oka, hogy az évszakváltás, és főleg a nyárból az őszbe való évszakváltás egy erős stressz helyzet a szervezetnek. És ehhez a stresszhez adaptálódni kell. Attól függően tudunk adaptálódni, hogy milyen tartalékaink vannak, vagy egyáltalán vannak-e tartalékaink. És ugye azt se felejtsük el, hogy örülünk a nyárnak, szeretjük a nyarat, pihenünk, stb. Stb. De ezzel is koptatjuk a tartalékokat. Tehát nem biztos, hogyha kifejezetten, tudatosan nem figyeltünk oda, és én azt vettem észre, úgy, ahogy mondod, hogy a környezetemben nekem is nagyon sokan voltak betegek, valószínűleg az én olvasatomban az lehet ennek a magyarázata, hogy kicsit korábban kell elkezdenünk a felkészülést. Tehát a régi időkben, ugye augusztus 2. utolsó hete,
akkor az úgy elegendő volt, hogy elkezdtünk immunt erősíteni. Én azt látom, hogy most már augusztus elején rá kell készülnünk erre az időre. Tegyük ezt azért is, mert most már évek óta, augusztus 20-a után gyakorlatilag vége a nyárnak, tehát onnantól kezdve már az őszi időhöz kell nekünk alkalmazkodni. Most nem tudom, hogy miért, én úgy tapasztaltam azokban a hetekben, amikor ugye én is gyermekemmel együtt átestem ezen, hogy nem voltak rossz idők, tehát nem volt, olyan volt, mintha nem lett volna indokolt az, hogy megfázzunk, és a többi, és bár egyébként én is tudatosan figyelek, és mondjuk adom a vitamint a gyerekeknek, meg én magam is szedem őket, béres cseptől elkezdve mindent használunk, így szezonálisan szoktuk ezt például, de hogy egyébként most elfelejtettük, mert hogy annyira bíztunk ebben, hogy jó idő van, és hogy akkor még ez marad is. Igen. Egyébként nagyon-nagyon sokan mondják ezt, pontosan ezt a kulcsszót, hogy most elfelejtettük, vagy még nem kezdtük el, mert aztán utána volt még egy jó hét, tehát igen, ez az időjárás most nem volt annyira egyértelműen, igen, és sokan elfelejtették, valóban így van. A másik meg az, hogy most szerintem én azt látom, hogy egy kicsit komolyabban kell venni a külső pótlást. Tehát még azoknak is, akik a természetes pótlásnak, vagy a természetes feltöltésnek a hívei, és én ezt az elmúlt másfél-két évnek tudom be. Tehát a lelki stressz az olyan szinten fizikailag is megnyitja a szervezetet, hogy ezt muszáj valamivel feltölteni, muszáj specifikusan immunt erősíteni, és nem általánosságba véve vitaminokat szedni, bár persze ezt sem szabad elhanyagolni szerintem, de én úgy látom, hogy ennek a, igen, valóban nem megfázás, ennek a vírusos kis fuvallatnak, ami most itt jár körülöttünk, ennek az egy, hogy ez így le tud dönteni mindenkit, az egyik oka az lehet, hogy az immunrendszerünk elfáradt. Viszont ugye itt problémát okoz az is, hogy ugye a koronavírus hát sajnos még mindig itt van közöttünk, és ugye itt sokan az elmúlt hetekben rémüldöztek, hogy akkor most jaj, megfáztam, vagy Covidról van szó, vagy ne, hogy Isten, allergiáról, mert ugye még mindig tart a parlagfúj szezon. Igen. Hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni, mikor kell elgondolkodnunk? Igen, hát ez nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz. Ez az orvosoknak is nagy probléma, én a házi orvosommal beszéltem, és mondja, hogy nagyon sok embert küld el tesztre, mert annyira hasonló tüneteket mutatnak, hogy nem tudják eldönteni, hogy most ez koronavírus, vagy egyéb más, vagy már az influenza vírusnak valamelyik mutációja, vagy például esetlegesen allergia. Igen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Azért, hogyha lázas már a beteg, akkor azért erősen gondolkodunk, hogy az allergiát kizárhatjuk. Tehát akkor marad a két variáció, hogy vagy ilyen vírus, vagy olyan vírus, de igazából tulajdonképpen mindegy is, mert legalábbis az én olvasatomban, tehát a fitoterápia nyelvén mindenféleképpen gyógynövényekkel pusztítjuk a vírust, és erősítjük a szervezetet. Mindegy az most tulajdonképpen, hogy ezt melyik vírus generálta ezt a problémát. No, akkor beszéljünk is erről, hogy mondjuk még arról ne beszéljünk, hogy mi van, ha beleestünk, hanem hogy ugye kicsit kanyarodjunk még vissza azért a megelőzésre, hogy ebben az időszakban mi az, amit mindenképpen be kell, hogy vigyünk a szervezetünkbe. Én azt szoktam mondani, hogy az ötös fogat az nagyon fontos. Ez pedig a D-vitamin, ugye élenjáróan D-vitamin, C-vitamin, szelén, cink és a magnézium. Tehát ez az öt vitamin és elem együtt nagyon fontos az immunrendszer építkezéséhez. Ugye a vele született immunrendszerünk az olyan, amilyen, a szerzett immunrendszerünket pedig ezekkel a vitaminokkal nagyon-nagyon jól lehet erősíteni, és a szervezetünket védeni. Tehát én ezeket a dolgokat mindenkinek javasolom külső forrásból beszerezni. Táplálkozásból azért tartom kevésnek, mert ugye a D-vitamin szintjét is most azért átértékelték jócskán, most már azért tudjuk, hogy jóval-jóval több kell, mint amit eddig ugye a 400 nemzetközi egységet emlegettek, hát azért most már a napi 4000 nemzetközi egységet ebben a téli, vagy hát az őszi téli időszakban lehet
bevenni. A C-vitaminnál ugye itt is megint csak az a 80-100 mg-os mennyiség ebben a problémakörben nagyon kevés, tehát itt is egy felnőtt ember számára azért az 500-1000 mg-nyi C-vitamin napi szinten nyugodtan elfér. A szelén cink az pedig, ugye a cink az kifejezetten a nyálkahártyák védelmére szolgál. Ugye tudjuk, hogy a vírusok azért szájon át, óron át, tehát a nyálkahártyán keresztül támadnak meg bennünket, hogyha a nyálkahártyának adunk egy védelmet, akkor már csökkentettük a fertőződés esélyét. A szelén az szintén nagyon fontos ugye az immunrendszernek, azon kívül, hogyha cinket szedünk, szelént is kell szedni, mert megnyílik az óló, és akkor a szervezet szelén hiányt észlel, és annak vannak következményei. A magnézium, ez most kultúrája is van, meg divat is a magnézium, hogy ugye stressz, stb. Az én olvasatomban nem éppen ezért, viszont a D-vitamin felszívódásához elengedhetetlen a normális magnézium szint, és így aztán ki is egészítjük ezt az ötös fogatot. Egy pillanatra térjünk vissza a D-vitaminra, mert saját személyes példámból tudom azt, hogy néha mondjuk vannak vizsgálatok, amikor megnézik ugye a D-vitamin szintet, és nekem van olyan, hogy azt mondja az orvosom, hogy hát nekem most nagyon jó, meg kiugróan magas, akkor nem kell szedni. Ez vajon hogy van, hogy mennyire legyünk nyugodtak? Igen, vagy hát kell ezt nézetni egyébként időről időre? Lehet. Az az igazság, hogy van rá mód, tehát ezt már te is tudod, vérből meg tudják nézni a D-vitamin szintet. Én igazából mindenkinek javasolnám, hogy legalább egyszer legyen fogalma arról, hogy körülbelül mégis hol áll a D-vitamin szintje. Na most itt a D-vitamin szintnél is megosztanak a vélemények, hogy az orvosoknak is más a véleménye, akik természetes gyógymódokkal foglalkoznak, ott megint más a vélemény, tehát mindenkinek más. Van egy hivatalos nomenklatúra itt is, ami szerintem megint csak alacsonyabb szintet ad, mint amennyi várható lenne, vagy kellene. Ugye a 75-ös szint az, ami alatt ugye elfogadhatatlan, 75 felett már jó. Én azért azt látom, hogy akinek 100 alatt van a D-vitamin szintje, ott azért hajlamosabbak a betegségre. Azon kívül egy csomó minden más folyamatban is szükséges a D-vitamin, tehát nem csak most az immunrendszerünkről, hanem a különböző metabolitoknál, a lebontásban, az energiaforgalomban, nagyon-nagyon sok minden szempontból fontos a D-vitamin. Úgyhogy, és igazából van egy felső plafon. Mostani meghatározás az 250 a felső plafon. Tehát gyakorlatilag szerintem itt kell mozogni a 100 és a 200 között. Ha már megtörtént a baj, és mondjuk megfáztunk, vegyük azt jó esetben, mert lehet, hogy az allergia az akkor kiesik, és mondjuk kicsit néhány napra kidőlünk, akkor mi mindennel lehet próbálkozni? Én azt tudom, hogy vannak sokan úgy, mint én is, hogy például a gyógytákban nem biztos, hogy annyira hiszünk, és mégis vannak olyan helyzetek, amikor hozzányúlunk, és például egy köhögéses tüneten nagyon jól tudnak segíteni. Igen, nagyon sokan vannak ezzel így, valahogy a mi kultúránkban nem ivódott annyira bele a tejába, vagy a mai emberébe, mert szerintem régen nem volt ez probléma, ma már, amikor mindenki rohan, semmire nincs idő, minden csak kapszula legyen, és el van intézve, de lehetőleg az is úgy repüljön a számba, tehát most már annyira mindent le akarnak egyszerűsíteni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a gyógytákat. Amikor elesett, lázas, beteg állapotban van az ember, sokkal nagyobb a folyadék igénye. Tehát ha már csak innen indulunk ki, hogy egy folyadékpótlást tudunk vele pótolni, vagy akkor már sokat tettünk. És azért a gyógynövényeknek a hatóanyagai nem most kerültek feltárásra, azért már nagyon-nagyon-nagyon régóta a magyar gyógyszerkönyvben is nagyon sok gyógynövényhivatalos, azon kívül is van nagyon-nagyon sok igazoltan jó hatású gyógynövény. És például egy ilyen köhögésnél Csodákat tud tenni, amikor a szintetikus szerekkel nem működik a dolog, akkor jöhet az a kicsit talán sok esetben lebecsült teja, amivel viszont megoldja a problémákat. De még hogyha egy kis mondattal visszaköthetnék, ugye némileg a prevencióra, ugye beszéltünk erről az ötös fogatról, nagyon fontos lenne, és ez már talán inkább a természetes pótlás fele megy, hogy reggel például zöldekkel kezdjék a napot. Tehát ez is egy erősítés, ez is egyébként az immunrendszer erősítésének az egyik fontos eleme. Most már nagyon sokféle ilyen kíméletes módon előállított zöld porhoz lett búzafű, árpafű,
lucerna, brokkoli, tehát mindenféle ilyen zöld növénynek a pora, egy kis céklaporral elkeverve reggel csodákra képes, energiát ad, erőt ad, és az immunrendszert nagyon fitten tartja. Akkor ez most elmondható az általános immunerősítésre is egyébként, mert még ez lett volna itt a műsorunk vége fele, illetve beszélgetésünk vége fele a kérdés, hogy általánosságban, hogyha nem ősz van és tél jön, hanem csak úgy általában szeretnénk az immunrendszerünket erősíteni, akkor azt mivel tegyük? Tehát ez mindenféleképpen, ez a kis koktél, ez egy indításnak nagyon jó, és akkor beszedni a kis vitaminokat, amiről szó volt, és hogyha már úgy érezzük, hogy mert tehát ennek ellenére azért lehet probléma. Tehát ez nem úgy van, hogyha én most ezt megcsinálom, akkor engem rólam lepattan minden, engem semmi nem ér el. Ilyen nem létezik. Itt annak van lényege, hogy ha elér, milyen mélységbe tud engem megtámadni. Tehát, hogy én felépülök 2-3 nap alatt egy olyan problémából, amiben a másik 3 hétig szenved. Esetlegesen valami szövődményekkel. Nekem pedig semmiféle szövődményem nem lesz. Tehát azért ez nagyon fontos dolog. És ilyenkor, hogy ha már megvan a baj, akkor is nagyon-nagyon sok gyógynövényt lehet használni. Az echinácia purpura vagy kasvirág egy rendkívül jó dolog, gyerekeknek adható, felnőtteknek van különböző formában, sőt, nagyon-nagyon jó, mert autoimmun betegeknek is adható. Ugye nekik nagyon nehéz ilyen szempontból, mivel ugye az immunrendszerük egy kicsit megtévedt, de a kasvirág az adható ilyen esetekben is. Aztán a gréfrutmag kivonata, itt azért van többféle óvintézkedés, hogyha gyógyszert szed valaki, akkor azért figyelni szív gyógyszerekkel nem szabad, antibiotikummal nem szabad, de egyébként is, hogyha antibiotikum szedésére kerül sor, akkor viszont nem szabad vitamint szedni. Tehát akkor azt az 5-7 napot, vagy X időt, amit az orvos javasol, akkor antibiotikum szedéssel kell tölteni, aztán majd utána jönnek a vitaminok, vagy a gyógynövények, amelyek azért jól, nagyon jól tudnak működni, mert a bodorózsa is kifejezetten egy nyálkahártya védő dolog, de ott van a teafaolaj, most már mindenki ismeri, ugye sajnos, hogy mennyire jótékony hatású, de van nekem egy óriási kedvencem, az ezüstkoloid, amit azért nem hagynék ki, mert az egy rettenetesen fontos és jó dolog. Hát én köszönöm szépen, még nagyon sokat tudnánk erről a témáról beszélgetni. Várunk vissza szeretettel máskor is hasonló témák kapcsán. Köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten is érdekes témákkal jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!